A rehabilitációs szakma fejlődése az elmúlt időszakban 2012 és 15 között 21,3 milliárdos fejlesztést jelentett a regionális operatív programokból, uniós forrásokból, amivel persze benn van a saját pénzünk is, és mindez jelzi az irányt az aktivitás irányába, az integrálódást a munkavilágába, foglalkoztatáspolitika és rehabilitációs politika egyúttal. Említettem ezt a nagyon komoly összeget, ez már ugye a mi fölvevő képességünket, vagy érzékelő képességünket túlhaladja, a 21,3 milliárd forint, de annál inkább jelentős az a tény, hogy az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet a saját fejlesztését a saját forrásból oldotta meg. Ez egy különösen példamutató dolog. Ez a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézettel, a SOTÉ-nak, az egyetemnek az együttműködésével valósult meg, és valóban itt egy olyan összefogás van az országos intézetek és az egyetemek között, vagy bízom benne, hogy egy új vonal az egészségpolitikában, az egészségpolitikának az oktatási oldalában, hiszen bizony elég hányatott sorsúak az országos intézetek, van ennek egy érdekes története, én is próbáltam ebbe elmélyedni tanácsadók segítségével, egészen az 50-es évektől, ahogy indult a dolog azzal, hogy azok az új tudományágak, amelyek először nem jelentek meg a klasszikus orvos képzésnek a területén, saját országos intézeteket kaptak, aztán hol elsorvasztani, hol kibővíteni akarták ezeket. Én bízom benne, hogy most egy olyan helyzetbe kerültünk, ahol a legjobb együttműködés valósul meg.